Sziasztok, Sas Dani vagyok, az Együtt Egy Asztalnál videobloggere. Rendkívül boldog vagyok, hogy egy ilyen csodálatos konyhában, ráadásul újra a szemetek előtt főzhetek. Szeretném megmutatni, hogy lelkes amatőrként milyen az, hogyha kísérletezgetve az ízekkel, napról napra fejlődve izgalmasabbnál izgalmasabb tányérokat helyezünk az asztalra. Reményeim szerint nem lesz ez másként ma sem, amikor húsvét közeledtével a tormát, a húst, illetve a tojást fogom egy tányérra tenni. A mai étel tehát húsos párna lesz batáta chipszel. Én rendkívül szeretem a batátát, amit egyébként édes burgonyának hívunk. Kicsit olyan íz van, mint a sütőtöknek. Ha egy négyfős családról beszélünk, akkor szerintem 2-3 ilyen nagyobb édes burgonya az tökéletesen elég lehet. Én nem szoktam teljesen megtisztítani, néha nem baj, hogyha marad egy pici héja, rusztikus marad az egész tőle. Biztos, hogy lehetne szebben is vágni egyébként, de tipikusan ezek azok a dolgok, amikre nem igazán szoktam figyelni. Ha összevágtuk, akkor szeretem intenzíven befűszerezni. Amit én használok így a batáta kapcsán, az mindenképpen a frissen őrölt fekete bors, só, egy kis piros paprika és kis olívaolaj. Igyekezzünk egyébként a beolajozás és a befűszerezést követően lehetőleg hamar a sütőbe tenni, hiszen a só miatt elkezd vizet engedni, és inkább párolódni és főni fog, ahelyett, hogy sülne. Amíg sül az édes burgonya, ez idő alatt összegyúrom a húsos párnához a hozzávalókat. Nagyon szeretem, hogyha ilyen húsos ételben a petrezselyem a zöld színével dominál, ilyen például a rozmaring is, amit szinte kihagyhatatlan. Volt szerencsém Toszkánában lenni, ahol egy olyan kert volt a kisház mellett, ahol a rozmaring az halomban volt, és gyakorlatilag azóta ebből élek, hogy ezt használom fel, mert nagyon sokat hoztam haza. Az, hogy húsos párna jól összeálljon, ezért fogok beletenni egy kis zsemlemorzsát is. Ebből nagyjából egy ilyen két csapott kanállal só, illetve őrölt fekete bors. Ha ezzel megvagyunk, akkor ismét a kezünket hívjuk segítségül, és jó alaposan összegyűjjük. Nincs más hátra, mint a húsos párnához oly elengedhetetlen pirított tormát lereszeljem, és egyből a forró serpenyőbe helyezzem. Imádom a tormát, főleg így frissen. Ha tehetném, mindenbe beletenném, mert egyébként baktérium ölő hatása van. Ez a párna ez úgy áll majd össze, hogy kinyújtok egy réteget, kinyújtok még egyet, közé teszem majd a tojássárgáját, és összeborítva formázok, mintha egy ilyen raviolit készítenék. Az intenzívebb hatásért még itt is fűszerezhetünk egyet. És ha elég bátrak vagyunk, akkor egy kis chili is kerülhet ide bele. És most jön az a rész, amikor mindig izgulok én is, mert ezt a kettőt kéne összeaplikálnom. Azért, hogy a tojás sárgája ne folyjon ki belőle, így a széleket illesszük össze. Itt nagyon fontos, hogy a hőmérséklet az magas legyen, hiszen ahogy belerakom, össze kell, hogy zárja az éleket azonnal a forró olaj. Arra kell nagyon ügyelnünk, hogy a hús az megsüljön, hiszen sertéshúsról beszélünk, viszont középen a sárgája az úgy készüljön el, hogy még folyós állagú maradjon. Ha már szép piros a külső része, akkor mehet egy picit az alaplébe, hogy biztosan nem maradjanak nyers részek. Közben elkészült az édesburgonya, és így elkezdhetjük a tálalást. Imádom, ahogy ilyen sült, sütőtök illata van. Szerintem tálalásnál vágjuk is meg, mert így tudjuk azt megmutatni, hogy tényleg kifolyik el a tojássárgája belőle. Szerencsére kifolyt.
Szerintem ez egy rendkívül izgalmas húsvéti étel, hiszen egy tányéron összpontosul a tojás, a torma és a hús is. Hát ilyen egy férfi a konyhában.